Szegedi Károly portréja már egy ideje ott lóg az újfehértói sportcsarnok dicsőségfalán, június 21-e óta pedig hivatalosan is a város olimpikon születjének nevét viseli a létesítmény. Az 1953-ban született Szegedi Károly a fővárosban ismerkedett meg a sportággal, és a budapesti építők majd a budapesti honvéd színeiben versenyezve 5 bajnoki aranyérmet szerzett. 1975-ben kenu 1-es 10.000 méteren világbajnoki ezüstérmes lett, majd az 1976-os montreali olimpián az 500 méteres távon 6.-ként ért célba. Ez volt az utolsó versenye, mivel a szennyezett vízbe borulva elkapott egy fertőzést, és 2 év múlva 25 éves korában elhunyt. Vasárnaptól a csarnok neve mellett egy dombormű is őrzi az egykori olimpikon emlékét. Szegedi Károly életútja, ez nagyon-nagyon jellemzően hat a városra is, hiszen innen indult el, olimpikon volt, 6. az olimpián, 2. a világbajnokságon és számtalan érmet nyert a világeseményeken, óriási tehetség volt, és a sportnak köszönhetően megismerhette a világ is, és egy kisebb településről elindulni is mutatja, hogy bárhonnan, ha valaki tehetséges, ha vannak szakemberek, akik felismerik a tehetséget, és mi meg tudjuk adni a feltételeket ahhoz, hogy olyan létesítménybe tudjan dolgozni és edzeni és felkészülni a fiatal, akkor bizony határa a csillagoség, bármit el lehet érni. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke szerint a tehetség mellett szorgalom és elhivatottság is szükséges a sportsikerek eléréséhez. Erre szolgál példaként a névadó pályafutása. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Szegedi Károlyról ez a szép létesítmény most elnevezésre került, mert azt gondolom, hogy ő egy igazi példakép lehet a fiataloknak, hiszen a sportban a kitartásáról, az elhivatottságáról volt híres, hogy így mondjam. Én sajnos csak Vikman Tamásról, Vajda Vilmostól kaptam információkat róla, hiszen én 1970-ben születtem, mert sajnos már nem találkozhattunk. Én azt hiszem, hogy minden fiatalnak, aki akár karatézzon, akár focizzon, én azt hiszem, hogy az ilyen tehetségek, akik igazából a szorgalmukról voltak legendák, én azt hiszem, hogy csak jó örökséget hordoznak. Mint Újfehértó polgármestere elmondta, az idén 10 éves létesítményben mind az élsport, mind a szabadidősport képviselői megtalálhatják helyüket. A komplexumunkban lehetőségük van a fiatalok úszás tanulása, úszás gyakorlására is. Annyira jó híre van az uszodánknak, hogy Nyíregyházáról is nagyon sokan járnak ki a rendkívül jó vízminőségünk miatt. Lehetőségük van a fiataloknak a sportcsarnokban labdajátékok gyakorlására, illetve az épületben van egy szabadidői központ rész, ahol bowlingozni tudnak a fiatalok, fallabdázni, és van egy minden igényt kielégítő konditermünk is, ahol férfiak, nők, fiatalok, idősek tudják a testüket fejleszteni. A névadó rendezvény keretében átadták a csarnok mellett elkészült játszóteret, valamint 3 újabb újfehértói sportember, Izsó Mihály, Hosszú Ferenc és Fazekas Marcell portréja is felkerült a létesítmény dicsőség falára.